gyerekkorom óta része az életemnek. El sem tudnám képzelni nélküle egyetlen napomat sem. Bár az idők folyamán ez változott, hiszen néhány évvel ezelőttig a teljes életemet tette ki, reggeltől estig, a napos próbáktól, a fellépéseken át, az edzésekig és mindent. Ma pedig ez egy picit átalakult, mert inkább már a gyermekeket tanítjuk, koreográfiákat készítünk, és próbáljuk velük megismertetni, hogy mi is ez valójában. Úgyhogy ha röviden és tömören fogalmaznám meg, a tánc igazából az életem része, kicsit átalakulva a mai napig is. Nagyon örülünk ennek a rendezvénynek, mert végre nem csak táncosok, kifejezetten táncosokhoz szólhatunk, hanem sokkal inkább szeretnénk megszólítani olyan embereket is, akik eddig például még soha nem táncoltak, sőt, lehet, hogy azt gondolták, hogy a tánc az valami olyan dolog, amit ők soha ki sem próbálhatnak. Ezért ez a rendezvény most nekik is szól, várjuk őket is nagy szeretettel, a saját korcsoportjukban természetesen. A tánc különböző árnyalatait és stílusait hoztuk el számukra, úgyhogy a klasszikus balettől elkezdve akár a hip-hopig bármit kipróbálhatnak. Akkor is, ha valaha táncoltak, és akkor is, ha soha életükben nem próbálták ki. Szeretnénk megmutatni, hogy a tánc mindenkié lehet, és kellene is, hogy legyen, hiszen azon túl, hogy mozdulatokat tanulunk, koreográfiákat, ezen kívül egészségesek leszünk tőle, jól érezzük magunkat a hétköznapokban, sőt, olyan dolgot is megtanulunk azáltal, hogy együtt táncolunk, amit nehéz mondjuk egyedül megtanulni. Közösséget formálunk, segítünk egymásnak, megtanuljuk, hogy hogyan ismerjük föl, ha a másiknak segítségre van szüksége, akár lelkileg, akár a mozdulatokban. Nehéz megfogalmazni szavakban igazából, hogy mi mindent is adhat nekünk a tánc. Azt szoktam mondani, hogy aki még soha nem próbálta, nem tudhatja, mi is az a tánc. És itt most nem feltétlenül csak a mozdulatokra gondolok. Van egy felnőtt csoportunk, a klasszikus balett óra. A nevét Ballet for You-nak neveztük, pont azért, mert bár klasszikus balettet tanítunk, de igazából rájuk van formálva, a felnőttekre, a 30 fölöttiekre, sőt 40 fölöttiekre is gondolhatok, akik soha nem táncoltak, vagy akik gyermekkorukban táncoltak, és most újra táncolnának. Klasszikus balett elemeken keresztül táncolunk, felnőttként. Nem úgy, mint az operában, de azokat az elemeket, mint az operaházban. És élvezzük a táncot. Le vannak izzadva, érzik, hogy egy mozdulat az napról napra tökéletesedik. Ma sem tökéletes, és holnap sem az, de dolgozom rajta, és érzem, hogy már jobb, mint tegnap előtt. Magyarul megmutatjuk a táncnak azt a részét, ami arról szól, hogy önmagammal van dolgom, feladatom van fejlődni napról napra. Odaállni akkor is a terembe, amikor éppen esik az eső, vagy fúj a szél, vagy rossz kedvem van, és aznap kimenni a teremből, hogy még mindig esik az eső, de már nincs rossz kedvem, hanem nagyon jól érzem magamnak. Úgyhogy én szeretném, ha nagyon sokan kipróbálnák ezt a táncot, most már itt Fehérváron is. És köszönjük a Táncpedagógusok Országos Szövetségének, hogy egy ilyen rendezvényt életre hívott, és évek óta ezt tudjuk nyújtani a táncolni vágyóknak. Ismerjétek meg a táncot, és keressétek meg, hogy nektek van-e dolgotok a tánccal. Szerintem igen, én hiszem, hogy mindenkinek van dolga a tánccal, akár amatőr, akár profi szinten. Én el sem tudnám képzelni az életemet nélküle.